Všetko dobré. Hlavne si to tu užite. Július utolsó napján több mint 30 busz vette Komárom felé az iránt az ország számos pontjáról, illetve külföldről. Az itteni matyicások, akik már 12 éve sikeresen dolgoznak a fiatalokkal, és a szlovák kultúrát, néphagyományokat külföldön is népszerűsítik, azt javasolták, hogy városunkban rendezzék meg az idei országos matyica napokat. Igyekezetüket siker koronázta. A visszajelzések alapján mindannyian nagyon elégedettek voltak, többször mondták, hogy ehhez hasonló rendezvényen még sosem jártak. Olyan emberekről van szó, akik gyakran vagy évente látogatják az ünnepségeket, de még nem élték meg azt, hogy egy város ilyen komoly módon képviseltesse magát. Sikerült bemutatni szinte minden pozitívumot, ami Komáromra jellemző. A matyica ünnepségek rendszeres látogatói vagyunk, de ilyet még nem éltünk meg. Túról Szentmártonban már minden egyhangú volt, senkit sem érdekelt igazán, de ami itt várt minket, az egyedülálló. Mindenütt sok-sok ember, érdekes csoportok, együttesek, egyszerűen csodálatos. A 30 órányi zene, tánc és ének mellett a csaknem 1500 látogató és 600 résztvevő megtekinthette a műemlékeket, a vízről szemlélhették meg a Duna és a Vág találkozását, és megízlelhették a finom helyi étkeket, specialitásokat. Őszintén szólva, az egyedüli, amit magam csináltam, az maga az ötlet volt, hogy vágjunk bele, majd 12-en nekiláttunk a szervezésnek, és amikor elkészült a részletes forgatókönyv, beleértve a megannyi buszt, akkor azt mondtuk, ehhez vagy egy nagy adag szerencse kell, vagy pedig rendkívül ügyes embereket kell találni, és még így is fohászkodnunk kell végig az ünnepség alatt. De szerencsére, és ezt szeretném a leginkább kihangsúlyozni, kitűnő volt az együttműködés valamennyi érintett fél között. A regionális művelődési központ, az animátorok, a matyicások és a város alkalmazottai között. Minden egyes ember a fesztivál tartó oszlopa volt, és együtt sikerre vittük a kitűzött célt. Még a hatalmas, özönvízszerű eső is elkerült bennünket, hiszen 10 perccel az utolsó busz távozása után érkezett. Do šťastného cieľa a to až tak, že aj tá búrka, ktorá prišla 10 minút potom, ako odišiel posledný autobus z nás, chvála Pánu Bohu, obišla. A fesztivál alapgondolata az volt, hogy segítsük városunkat, és úgy jelenítsük meg Komáromot, hogy az ország és a világ olyannak lásson bennünket, amilyenek vagyunk. Mindenki beleadott apait, anyait, és ami a legfontosabb, a szívét, lelkét is. Ha csak Magdika nénit említem a nyugdíjas klubból, aki szombat reggel felszállt a hajóra, és szinte csak vasárnap reggel szállt le róla, és minden egyes csoportot végigkísért a Duna és a Vág találkozásánál, és mindegyikre legalább 25 percet szánt, vagy például Julka Robertával, akik injekciót is kaptak, hogy lehessen előadás, hiszen 14 olyan gyermekünk volt, akik több együttesben is szerepeltek, és napi 5 órán át a színpadon álltak, mindent kiadtak magukból. Átöltöztek, ittak egy kicsit, és ismét szerepeltek. De említhetem Axelt, a hangosítót, aki csütörtökön kezdte készíteni a hangosítást, és vasárnap jött le a színpadról, hogy végre aludhasson egy kicsit. Produkciósunk Janka az ünnepség szíve lelke volt. Szombaton 1 órára mentesítettem, amikor fogadtam a csaknem 80 telefonhívását. Fél éven át dolgozott a fesztiválon.
Szívből köszönöm mindenkinek, hogy ilyen remekül helytálltak. Egy csak nem 100 ember segítsége nélkül bizonyára nem lett volna sikeres az ünnepség.